Tisztelt kurátor úr, tisztelt központvezető asszony, tisztelt igazgató urak, tisztelt kormányfőtanácsos úr, kedves kollégák, tisztelt kollégium! Az ELTE Márton Áron szakkollégiumának második 2018-2019-es tanévzáró ünnepsége részben szokott módon követi a tavalyi menetrendet, ugyanúgy sor kerül majd egy rövid kronológiai áttekintésre az elmúlt tanév eseményeiről, mint tavaly, ugyanúgy átadjuk a Márton Áron emlékérmeket, mint tavaly, és ugyanúgy a szakkollégisták, a művészeti műhely tagjai fognak zenei betétekkel kedveskedni önöknek az egyes részek között, mint tavaly. Viszont van egy új programpontunk is, erről majd a maga idejében szólok. Addig is, ha megengedik, időnként olvasni fogom a szövegemet, mert statisztikai adatokat, számokat, neveket, címeket mondok, nem szeretnék nagyon hibázni. Az első, rövidebb szakaszban kronológiai rendben ismertetem a tanév fő eseményeit. Sajnos nem térhetünk ki mindenre, hiszen elég sok minden történt, de szerencsénkre jól dokumentált ez a tanév. A fényképes beszámolókkal, írásos anyaggal, videófelvételekkel, YouTube csatornával és egyebekkel szépen nyomon követhető mindaz, ami itt történt az elmúlt időszakban. Amiről beszélni szeretnék, az egyrészt a felvételi eljárás, ennek az eredménye, lefolyása, menete, valamint a tanév kezdetén bekövetkezett személyi változások, amik az oktatói állományt érintették, a műhely struktúrát érintették, végül a hallgatóknak, a szakkollégista hallgatóknak a főbb eredményeit ismertetném, tényleg csak felsorolásszerűen. Kezdve a felvételi eljárással, ugye a szakkollégium a felvételi szabályzatnak megfelelően a minisztériummal egyeztetve 2018. augusztus 21-én tette közzé azt a pályázati kiírást, amire vártuk a hallgatói jelentkezőket. A tagságot nyert hallgatók kiegészültek azokkal a korábbi szakkollégistákkal, akik már az előző évben felvételt nyertek, változatlanul folytatni szerették volna a szakmai munkát, és erre műhelyvezetői támogatást kaptak. Tehát a mag, hogy úgy mondjam, az együtt maradt, az állandónak bizonyult, tartósan együtt tudott dolgozni. 61 támogatott kérvényünk volt az elutasítottak mellett. A pályázati kiírásra 72 érvényes és 17 formailag hibás pályázat érkezett be, az anyag véleményezése után pedig a műhelyvezetők 51 pályázót tartottak érdemesnek a szóbeli felvételi vizsgára. Ők meg is érkeztek, műhelyenként, szakmai műhelyenként történt a felvételi eljárás a szakmai bizottságok előtt, és valamennyi hallgatóval magam is személyesen beszéltem utána. Ennek eredményeképpen, ugye a 100-as keretlétszámot megtartva, 39 fő esetében javasoltuk a szakkollégiumi tagság megadását, és így a 100 hallgató közül a megoszlás a következő. 51-en tanulnak Magyarországon, és 49-en a szülőföldjükön. De azért ez egy elég erős arány, nagyjából fele-fele. Ugye a hallgatói létszám a külhoniak és az itt tanulók között, ugye ez a külhoniak általános megelégedésére szolgál, nekünk nem különben előnyt jelent, hiszen igen kiváló hallgatókat tudtunk így a sorainkba venni. A regionális megosztás az pedig a következő, 38-an Erdélyből, 31-en Kárpátaljáról és 29-en a Vajdaságból érkeztek, egy felvidéki és egy horvátországi hallgatónk van. Az arány itt az utóbbi két esetben talán egy kis elgondolkodtató. Ami a szakmai munkában bekövetkezett változásokat illeti, ugye ahogy az közismert, köztudott, 10 szakmai műhelyben folyik a munka a szakkollégiumban, a műhely irányítását a műhelyvezető, illetve az általa felkért kabinetvezetők végzik. Itt némi személyi változással kell számolnunk, ilyen-olyan okoknál fogva. Ugye a bölcsészettudományi műhellyel kezdem, ahol a történész hallgatók irányítását Boda Attila levéltáros történész kollégánk vette át, kárpátaljai levéltáros történész, ebben a fél évben ő egyéb teendői mellett többek között ezzel is foglalkozott. A természettudományi műhelyben szintén kabinetvezető váltás történt, a matematika-fizika kabinet vezetésére Pancsali Szabolcs Leventét kértük meg juristanár úr javaslatára. Legköszönhet az informatikai műhely vezetője, Csörnyei Zoltán tanár úr, ugye ő eleve csak rövid időszakra vállalta a nyugdíjazása ellenére az első év megpróbáltatásait, és most átadta a stafétát Lócsi Levente tanár úrnak, ő vezeti az informatikai műhelyt. Ugyanez a helyzet a jogi és társadalomtudományi műhely esetében, ahol Mezei prorektor úr
az első évre vállalta a feladatot, munkáját Kócián Lilla központvezető asszony folytatja. És végül az orvos egészség és sporttudományi műhely élén is történt egy változás. Kóbor István tanár úr elhagyta az ELT-t és nem nevezhetem versenyszférának, de az egészségügyben folytatja pályafutását. Az ő helyét Víg Julianna tanárnő vette át. A tavalyi tanévhez változást jelent még, hogy a kulturális, szociális, gazdasági, társadalmi, jogi helyzet a külhoniak vonatkozásában az Európai Uniós kérdések, az Európai Unión kívüli államok kisebbségpolitikájának kérdéseivel kapcsolatos témák ügyében felállt nemzetstratégiai műhely vezetését Ferinez Silla tanárnő vette át, és ő folytatja, ő irányítja a hallgatókat. Nekik és a többi név szerint nem említett műhelyvezető kollégának is hálás vagyok az elvégzett munkáért. A nyelvórákra kell még kitérnem, itt szintén a köszönet hangján kell megemlékeznem először is Fehérvári Boldizsár tanárúrról, aki az angol nyelvi csoportokat irányította, Egyed Regina és Fogas Lívia vezették az angol órákat. A német nyelvi csoportokat pedig Sára Balázs tanárúr irányította, Hegyi Anna, Nyakovics Levente és Sós Gabriella tartottak még itt órákat, a francia nyelvórákat pedig Egedi Kovács Emese tanárnő tartotta. Köszönöm nekik a munkát. Eredmények. Ez lenne a leghosszabb, legérdekesebb, legfontosabb napirendi pontunk, de hogyha ebbe tényleg részletesen belevágnék, akkor valószínűleg sokáig itt ülnénk. Ezért egy szükségképpen egy nagyon szűk válogatást tudok csak most felsorolni. A TDK-knak az eredményeit ismertetem, a külhoniak és a magyarországi TDK egyes tagozatainak, szekcióinak külhoni résztvevőit, illetve az általuk elért eredményeket. Sorolom. 17. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencián, ez Újvidéken került megrendezésre 2018. november 23-25, Fehér Viktor, a Bölcsészettudományi Műhely tagja, Migrációs Narratívák Székely Kevén című munkájával a Néprajz és Kulturális Antropológia szekció első díját nyerte el fiatal kutatói kategóriában. Fekecs Emese, a Bölcsészettudományi Műhely tagja, óvodás gyermekek nyelvhasználatának jellemzői regionális és köznyelvi vonatkozásban Csantavéren című előadása a Nyelvtudományok szekció közönségdíját kapta, míg Horváth Krisztina, a pedagógus műhely tagja, mobil matematika, a mobil eszközök alkalmazásának lehetőségei az alsó osztályos matematika oktatásban című dolgozatával a Neveléstudomány szekció harmadik helyezését szerezte meg. A 34. OTDK-ra áttérve. Nagy Zsuzsánna, a természettudományi műhely tagja, egy újfajta fehérje jelölési, immundetektálási és tisztítási rendszer kidolgozása című előadásával második, Gyenge Ervin, természettudományi műhely, szájüregi laphámrákra és leukoplákiára jellemző nyálfehérje profil vizsgálata tömegspektrometriás módszerekkel című munkájával pedig harmadik helyezést ért el a 34. OTDK biológia szekciójában. Csiki Otto, a gazdaságtudományi műhely tagja, a 34. OTDK közgazdaságtudományi szekciójának ágazati gazdaságtan, kortárs gazdasági és ipari kihívások tagozatán az elektromos autók gyártásának és elterjedésének kihívásai a következő évtizedben című előadásával, valamint a pénzügy értékelés módszertani tagozatán vevőérték számítási módszerek alkalmazása című előadásával egyaránt második helyezést ért el. A 34. OTDK informatikai tanulmányok szekciójának számítógépes látás és képelemzés tagozatán Lőrinc Szabolcs Botond, az informatika műhely tagja, konvolúciós neurális háló alkalmazása relatív forgatások becslésére című dolgozatával külön díjat nyert. A 34. OTDK fizika, földtudományok és matematika szekció népességföldrajz tagozatán Bihari Kitti, a természettudományi műhely tagja, harmadik helyezést ért el, a demográfiai viszonyok alakulása az utóbbi években Beregújfaluban című előadásával. Ugyancsak itt, de az elméleti részecske és kvantumfizika tagozaton külön díjat nyert Szanyi István, a természettudományi műhely tagja,
A rugalmas proton-proton szórás tanulmányozása LHC energiákon egy kibővített modell felhasználásával, című előadásával. Fehér Viktor, a Bölcsészettudományi Műhely tagja, a szabadkai mini Jugoszlávia, mint lokalitás, kontextusok, diskurzusok, emberi kapcsolatok című előadásával első helyezést ért el a 34. OTDK társadalomtudomány szekciójának kulturális és szociálantropológia tagozatán. Utóbb azt is megtudtuk, hogy az előadásával, a dolgozatával elnyerte a Pro Scientia aranyérmet is. A 34. OTDK humántudományi szekciójában Szatmári Edina, a művészeti műhely tagja, a Tom Lantos Intézet és az Art magazin külön díját kapta, Marti Pál Marosvásárhelyi lakóháza és más téglaszalagos épületek című dolgozatáért a művészettörténet tagozaton. A 20. század első felének irodalma tagozaton Nagy Hilda, a Bölcsészettudományi Műhely tagja, medikalizált nézőpontok Csát Géza novellisztikájában, Nevetés, hatalom és erotika a Johannában című dolgozata második helyezést ért el, és elnyerte a Literatúra folyóirat különdíját. Kész Réka, a Bölcsészettudományi Műhely tagja, néprajz, társadalom néprajz tagozaton második helyezést ért el, mikrovilágok találkozása, Magyarországon idősápolási munkát vállaló kárpátaljai nők táplálkozás kultúrájának sajátosságai című munkájával. Dualizmuskori magyar történelem tagozaton Király Evelin, Bölcsészettudományi Műhely második helyezést ért el a Munkácsi Szent Miklósi uradalom részvétele a hegyvidéki akcióban 1897 és 1901 között című munkájával. Még van. A 22. Reális Humántudományi Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia, 2019. május 23-26 Kolozsvár, Szociális Munka szekcióban Réti Ingrid, a Jogi és Társadalomtudományi Műhely tagja, a Jó szülővé válás tanulható című előadásával második díjat, az Informatika Elméleti Módszerek, Kísérletek, Szimulációk szekcióban Lőrinc Szabolcs Botond, Disztorzió korrekció neurális háló alkalmazásával című dolgozatával első helyezést. A Közgazdaság és Gazdálkodástudomány Menedzsment szekcióban pedig Csiki Otto, a környezet és társadalmi fenntarthatóság megvalósításának és eredményességének vizsgálata a globális autóiparban című munkájával szintén első helyezést ért el. Végül megemlítjük, hogy Rép Zsófia, a Természettudományi Műhely tagja, a FameLab tudománykommunikációs világverseny magyarországi döntőjében második helyezést ért el idegtudományi előadásával. Ezen kívül még bizonyára számos olyan eredmény van, amit még én sem tudok, hozzám sem érkezett el. Még tegnap is kaptam 2-3 levelet, ami ilyen-olyan konferencia fellépésekről és szakmai fellépésekről szól. Ez csak egy szűkebb kivonat, de talán jól mutatja azt a munkát, illetve annak a munkának az eredményét, ami itt is folyik nálunk. Sok adat után tartsunk egy kis pihenőt, és megkérem Kassa Zsuzsannát, a művészeti műhely tagját, a Szegedi Egyetem hallgatóját, hogy játssza el nekünk Debussy La Plus que l'Onde című darabját. Thank you.
1882-ben a magyar kormány felkérte a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumon keresztül a Magyar Tudományos Akadémiát, hogy állapítsa meg a honfoglalás időpontját. De összeült egy 4 fős történészekből álló bizottság, és hosszas kutakodás után arra jutottak, hogy a honfoglalás 888 és 900 között történt. Tehát mind a kezdő, mind a záró időpont a 2 évszám közé esik. De miért mondom ezt? Nagyjából hasonló érzés fogja el az embert, amikor a Márton Áron szakkollégiumi hálózat alapításának idejét próbálja feltárni. Ugye több eltérő adat részben a helyszínek különbözőségének, változatosságának köszönhetően is. Szóval summa summarum egyáltalán nem világos, hogy most ez a Márton Áron szakkollégium mit is jelent, mikor is alakult és hogy is történt mindez pontosan. Ugye ebben a zavaros ősködszerű állapotban egy megvilágosodást jelentett a kollégák határozott egybehangzó véleménye, miszerint 20 éves a Márton Áron szakkollégium, tehát magyarán 2019-ben töltjük a 20. évfordulónkat, márpedig erről a jeles alkalomról illendő megemlékezni megfelelő módon is, ami azt is jelenti, hogy itt nem nekem kell beszélnem és szónokolnom, mert az enyhén szólva hiteltelen lenne 3 éves Márton Áron tapasztalat alapján, és ezért megkértem azokat a kollégákat, akik a kezdetektől fogva bábáskodnak itt különböző helyszíneken és minőségekben a szakkollégium működése fölött, hogy ők emlékezzenek és ők idézzék fel, hogy mi is volt, hogy is volt itt annak idején, hogy történtek a dolgok, mi folyik ma egyáltalán a szakkollégiumi hálózatban. Szóval beszéljenek ők helyettem. És most az előzetes egyeztetéseknek megfelelően én fogom majd szólítani, kihívni őket egyesével. Először Fejes István igazgató urat szólítom, aki a debreceni Márton Áron szakkollégiumban is fontos szerepet vitt, most pedig az ELTE kollégiumi szolgáltató központjának állományában a Kunigunda kollégium felújítási munkálatai fölött is bábáskodik, és általában meglehetősen sok tudással, tapasztalattal rendelkezik a tárgykörben. Köszönöm szépen! Kedves vendégek, kedves hallgatók, kedves kollégák, szeretettel üdvözlök mindenkit. Köszönöm szépen a felkérést. Sokat gondolkodtam, és ez nem csak fordulat, sokat gondolkodtam, hogy ebből az alkalomból mit lehet elmondani, és mit kell elmondani, és milyen terjedelemben. Az utóbbit megpróbálom mindenképpen rövidre fogni. Azt gondolom, hogy ez a 20 év, akik részt vettek benne ekkor, akkor, vagy különböző minőségekben, azok számára ez a 20 év most nem egy félúrás megemlékezés. Nagyon sok emléket és nagyon sok eseményt, nagyon sok történést, nagyon sok arcot tudnánk felidézni. Én most korlátozom magam önként és józan megfontolásokból 3 eseményt vagy 3 korszakot szeretnék megemlíteni, és ennek kapcsán néhány gondolatot megosztani önökkel. 20 év. Én 1999-ben jelentkeztem a Márton Áron szakkollégiumba, és igazgató szavait megerősítve, igen, 1999-et tekintjük az egyik olyan időpontnak, amikor is a szakkollégium már alakult, az addig Márton Áron kollégiuma, amely a Kunigunda úton működött, félig diákszállóként, félig kollégiumként, és erős munkás hagyományokkal bírt még az a szálló akkoriban. 99-ben én a debreceni helyszínen kaptam felkérést arra, hogy hozzam létre kollégákkal, diákokkal együtt az ottani debreceni szakkollégiumot, és egy ilyen 2 éves munkával, különböző rossz és jó tapasztalatokkal elértük azt, hogy létrejött egy kis kollégium, egy kis közösség, amely, hál' Istennek, mai napig jól működik, virágzik, és remélhetőleg így lesz a következő 20 évben is. Együtt csináltuk végig ezt az akkori kollégákkal, a másik 2 vidéki kollégium vezetővel, pécsi és szegedi kollégával. Ez egy közös élmény volt, mindenképpen a születés is
annak minden kínjával és örömével együtt élhettük meg. A másik ilyen időszak, ami számomra a 20 évből, és elnézést lehet talán egy kicsit személyes, az a 2007-es időszak, amikor a Márton Áron szakkollégiumot integráltuk a Balassi Intézetbe. Ez is egy érdekes és egy nehéz munkás időszak volt. Ekkor Budapestre kerültem, és itt folytattam a munkámat. Én az első hónap után azt gondoltam, hogy fogom magam, és visszamegyek Debrecenbe, a fene tegye meg az egészet, ahol van. Az első év után is nagyjából ezt gondoltam, de végül is maradtam, mint ahogy maradtak többen is a helyükön, és végeztük a feladatunkat. Most pedig 2017-től azon dolgozom, hogy az ELTÉ-be integráljuk a Márton Áron szakkollégiumot és a kollégiumokat. Én otthon érzem magam ilyen formán, a vidéki kollégiumokban, Budapesten, hiszen most a budapesti kollégiumot vezethetem. Kicsit furcsa érzés, mert hogy tábornok vagyok hadsereg nélkül, hiszen kiürítettük a kollégiumot. Már nem csak hallgatónk nincsen, de már bútorzatunk sincs, üres az épület. Az információk szerint hamarosan kezdődik a felújítás. A kormányzati ügynökség meghirdette azt a tendert, amelynek a végeredménye remélhetőleg hamarosan egy új kollégium lesz. Egy olyan új kollégium, amire aztán méltán büszkék lehetünk, méltán büszkén lehet a Márton Áron szakkollégium, méltán büszkén lehet az ELTE. Azt gondolom, hogy a két ágyas szobáival, két szobánként, illetve egy szobánként egy vizes, önálló vizesblokkal kialakítandó kollégium mindenképpen modern épület kollégium lesz. Talán budapesti viszonyban is az elsők között lehet majd emlegetni, sőt, biztosra veszem, hogy ott lehet majd emlegetni. Az első szakaszban a B épület, talán akik jártak, ott ismerik, A épület, B épület, C épület, a B épület felújítására fog sor kerülni. Bízom benne, hogy az ősszel télen megkezdődnek ezek a munkák, és valamikor 2020-21-ben már hallgatók is újra lakhatnak a kollégiumban. Addig a mászos hallgatók a Nagy Tétény úti kollégiumban kapnak elhelyezést, illetve ott fogadjuk azokat a határon túli részképzős, makóvetes hallgatókat is, akik hozzánk érkeznek fél évre, néhány hónapra, néhány héten. Amit még ezzel kapcsolatban szeretnék elmondani, az az, hogy ez megint egy személyes érzés, nem szabad megosztanom. Nagyon kemény időszak volt ez a kiürítése az épületnek, nem csak mert hogy fizikálisan nehéz, hanem azért is, mert a pakolás során én tárgyi szinten szembesültem az elmúlt 20 év emlékeivel, dokumentumokkal, fényképekkel, bútorokkal, olyan bútorokkal, amelyeken még különböző minisztériumoknak az eltári száma szerepelt, különböző dokumentumokkal, például fegyelmi tárgyalások eredményeivel, bulikon készült fényképekkel, és a többi, és a többi. Ilyen formán gyakran letettem a kalapácsot, vagy letettem a széket, és egy kicsit elgondolkodtam. Azt gondolom, hogy sokszor szerettem volna megosztani az a felmerülő élményeket a kollégákkal, de hát haladunk kellett tovább. Bízom benne, hogy sikerül majd újra feltöltenünk ezt a kollégiumot, ha készen lesz. Tárgyiakban sikerül feltöltenünk hallgatókkal, határon túli hallgatók, magyar hallgatókkal, akik itt tanulnak Budapesten, rövidebb vagy hosszabb ideig. Sikerül majd vendégül látnunk újra azokat a külhoni magyar oktatáspolitikai oktatóvezetőket, akik Budapestre érkeznek néhány napra, néhány héttel különböző elfoglaltságaik miatt. Bízom benne, hogy újra otthon tudunk adni a szakkollégiumnak is, amely most itt a patinás falak között megfelelő otthon talált, de hiszen azért otthon csak majd a Óbudán leszünk. Vissza kell vinnünk azt a 20 évet emlékeivel, azokkal a nevekkel, hagyományokkal, azokkal az arcokkal, amelyek újra és újra felmerülnek. Szeretnék sorolni neveket, de attól félek, hogy nagyon elmegyek az adomázás irányába. Lesznek újra hallgatóink, bízom benne.
azok az arcok, újra lesznek olyan arcok, amelyeket érdemes emlegetni, amelyekre hol büszkék vagyunk, hol kevésbé büszkék vagyunk, de hozzátartoznak a kollégiumhoz. Bízom benne, hogy egy újabb 20 évet indítunk el a az első 20 évnek a nyomán, annak az értékeit felhasználva. Otthonra lel a szakkollégium, otthonra lelnek a hallgatók, és otthonra lelnek határon túli partnereink. Talán kicsit hosszú voltam, elnézést kérek. Még egy gondolatot szeretnék zárásképpen hozzátenni. 17 óta az ELTE megbízásából dolgozom a Márton Áron kollégium integrálásán, felemelésén, ahogy tetszik, különböző megfogalmazásokat lehet hozzátenni. Nem könnyű időszak ez a 17 óta, amit végigcsináltunk. Az eredmények, gondolom, én bízom benne, ezután fognak jelentkezni, hiszen egy alapozó munka után lehet igazán szép eredményeket felmutatni. Gyakran kapom meg azt a nem mindig feltétlenül pozitív jelzőt, hogy én eltés vagyok, vagy a másik oldalról azt a jelzőt, hogy én mászos vagyok. Eltés is vagyok, mászos is vagyok. Végzem a munkámat, azt üzenem az eltéseknek, hogy a Márton Áron szakkollégiummal olyan értéket kaptak, amivel sokat lehet tenni, sokat lehet belőle kihozni. Az eltének pedig azt üzenem, vagy bocsánat, a Márton Áron szakkollégiumnak pedig azt üzenem, hogy egy olyan környezetbe kerültünk, olyan hagyományok közé, olyan szellemi tőkkel közelébe, amely csak segíteni tudja a munkánkat. Én köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük. Most kérem Demeter József igazgató urat, a debreceni Márton Áron szakkollégium igazgatóját, hogy hasonló módon emlékezzen ő is. Köszönöm szépen igazgató úrnak. Szeretném én is tisztelettel köszönteni a jelenlévőket. Teljes István igazgató helyettes úr egy kicsit elment itt nosztalgikus hangulat irányába, akkor én is úgy gondolom, hogy ezt a húrt nagyon picit megpendítem. Talán én vagyok az egyetlen olyan Márton Áronos vezető, sőt biztosan, aki ennek a szakkollégiumnak minden lépcsőfokát végigjárta. Én voltam hallgató, tehát tudom, milyen Márton Áronos hallgatónak lenni. Voltam adminisztrátora, irodai dolgozója a szakkollégiumnak, most vezetői minőségemben állok itt. A debreceni Márton Áron szakkollégium, ahogy István is elmondta, 2000-ben, 99-ben nyitotta meg kapuit, akkor még ilyen láthatatlan kollégiumként működött. Volt egy irodája a Debreceni Egyetem területén, közben zajlott a szakkollégium épületének a felújítása, ami 2001. novemberében lett átadva. Azóta is rendületlenül azon dolgozunk, hogy a kollégium hallgatói megfelelő minőségű és szakmai körülmények között dolgozhassanak, tanulhassanak az épület falai között. A hallgatói visszajelzésekből látva én azt gondolom, hogy jó irányba haladunk, jó úton vagyunk. Az ELTE-vel, az ELTE integrációval egy csomó olyan út meg pálya megnyílt előttünk, ami korábban a Balassi Intézetnek a keretei között nehézkes volt. Nehezebben tudtunk pályázni, a szakmai munkáink is kicsit talán döcögősebben mentek, működtek. Sajnos nem tudok ilyen sok eredményt felmutatni a debreceni Márton Áron szakkollégium esetében, mint amit igazgató úr is felsorolt, de rengeteg olyan hallgatónk volt, aki köztársasági ösztöndíjas, egyéb OTDK vagy különböző konferenciákon, rendezvényeken aranyérmes, bronzérmes, ezüstérmes helyezéseket ért el. Több olyan kiadvány is született, gondolok itt a PhD konferencia kiadványokra, ami most az asztalon is megjelent, az interdisziplinaritások Kárpát-medencében. Ez egy PhD konferencia, ami Debrecenben lett megrendezve, és talán azt gondolom, hogy az egyik nagy eredménye, illetve talán ez a vidéki kollégiumvezetőknek köszönhető, hogy ezeket a meglévő hagyományokat tovább tudtuk vinni az ELTE keretei között is, és köszönöm igazgató úrnak, hogy
benne is partnert találtunk ebben, és első szóra támogatva lettünk, és tudtuk tovább csinálni a szakmai munkáinkat. Én ennyit szeretnék a Debreceni Márton Áron szakkollégiumról elmondani, és akkor tovább is adom a szót. Köszönöm szépen! Köszönjük! Lázsonyi Otto igazgató urat szólítom, aki a pécsi Márton Áron szakkollégium vezetője. Köszönöm szépen, szép napot kívánok mindenkinek, remélem ráérnek. Én nagyon sokat tudok beszélni. 20 éve csinálom. 20 éve csinálom az első kapavágástól, az első nagy beszélgetésektől fogva benne vagyok. Honnan lehet kezdeni? Nem 1999-től, én visszanyúlok 1998-ra. 1998-ban az akkori kormányváltáskor legköszönő kormány utolsó kormányrendelete volt az úgynevezett lakhatási támogatásnak a bevezetése. Ez akkor a magyar felsőoktatásban egy rettenetes nagy újdonság volt, hiszen akkor a felsőoktatás az felmenőben volt, egyre több hallgató került be a rendszerbe, a kollégiumi rendszerek nem voltak felkészülve, mint ahogy Fejes kollega mondta, a Kunigunda útja erős munkásszállás hagyományokkal bírt abban az időben, de valóban az akkor már a határon túli hallgatóknak András Falvi kultuszminiszter úr alapításával az már akkor a határon túli hallgatóknak volt a egyik központja, és elérkeztünk 99-hez, amikor lépni kellett. Lépni kellett, és akkor a magyar felsőoktatás minden egyes tagjánál, tehát a felsőoktatási intézményekben sokkal több határon túli hallgató volt, mint most. Azt kell, hogy mondjuk, hogy nem is nagyon tudták sok helyen, hogy hol és mennyi határon túli hallgató van. És ez a Márton Áron szakkollégiumi hálózat, ami létrejött, Pécs, Szeged, Debrecen, illetve ha pontos akarok lenni, 2001. szeptember 11. Szeged, 2001. október 4-e. Pécs és 2001. november, segíts ki, 13-án Debrecen megnyitása történt meg. Ennek a hálózatnak az elsődleges célja az volt, hogy legyen a határon túli hallgatóknak regionális szinten, nem városi szinten, Dél-Dunántúl, Dél-Magyarország, Kelet-Magyarország szintjén egy olyan központja, egy olyan helye, ahol nem csak szállás kapnak a hallgatók, hanem akkor még az ösztöndíjazásokat intézik, a tajkártyájukat intéztük, a bevándorlási hivatalt intéztünk, egy csomó minden olyan dolgot intéztünk, amikor a hallgató átjött az anyaországba és megállt, és azt mondták, hogy kreditrendszer. És nézett a kollega, hogy én ezt nem értem. És el kellett neki mondani, és segíteni kellett, és integrálni kellett, és együtt kellett vele dolgozni. Nehéz szülés volt. Tehát ahogy mondja István, az alapozás és a dolgoknak a létrejötte. 99 után 2001-re történt meg az, hogy minden a helyére került. És hogy miért nyúltam vissza 98-ra, mert a forrást ezeknek az épületeknek a rendberakására, felújítására, kitalálására. Tehát azt kívánom, hogy mindenki járt egyébként, amikor járja a szűkebb környezetét és kollégiumot keres. Tehát jártuk a várost Szegeden, Debrecenben, Pécsen, és kollégiumi épületet kerestünk. Hétvégén, napközben, jobbra-balra mentünk, ötleteltünk heteken, hónapokon keresztül, és utána, mikor mindenki megtalálta, és minden a helyére került, akkor a forrást megtaláltuk hozzá, a lakhatási támogatásoknak a felhasználását. Minden egyes felsőoktatási intézmény, Pécs, Szeged, Debrecen tekintetében is ezek a források kerültek felhasználásra, és örömmel, mindhárom intézmény örömmel adta hozzá, kisebb-nagyobb örömmel, maradjuk akkor ennyiben, ahogy így nézek a kollégákra, adta hozzá ezt a forrást. Miért?
Azért, mert plusz kollégiumi férőhelyekhez jutottak. 100-150-200 férőhelyhez jutottak a vidéki városok, ami az akkortájt komoly segítség volt és komoly lehetőség volt. Nagyon jó erre visszaemlékezni. Jó arra visszaemlékezni, ugye reggel, amikor hajnalban elindultam, akkor elkezdtem gondolkodni, hogy mit is lehet 20 évről mondani. Semmit és mindent. Tehát, hogyha neveket sorolunk fel, akkor önöknek ezek nem fognak igazából semmit mondani. De nekünk rengeteget mondanak, akik ezt végigéltük. Végigélni azt, hogy a kedvezménytörvény, mint olyan bevezetésre kerül. A kedvezménytörvény hatálya, hogyan és miképpen kerül be a magyar felsőoktatásba. Emellett, hogyha elkezdünk arról beszélni, hogy a területi illetékes bevándorlási hivatalban miért mindig a határon túli hallgatókat szúrták ki. Én jó magam rengetegszer utaltam át határon túli hallgatóknak, főleg kárpátaljaiknak 200 ezer forintot azért, hogy bemutassa a bevándorlási hivatalnál, hogy igen, ő neki van pénze, tisztelettel, és ő itt tud lakni. Majd utána hozta vissza a hallgató, hogy köszönöm szépen, igazgató úr, megvan. És amikor megkérdeztem a bevándorlási hivatalt, hogy miért őket? Hát mert ővel tudunk beszélni. Mert egyébként a többiekkel nem. Tehát, hogy ez a része még nem ment. Statisztikát meg ott is produkálni kellett. Tehát, hogy rengeteg mindent élt maga az ember. Ilyen szinten is egyetlen egy dologra büszke vagyok. A 20 évnek többször előfordult. Az, amikor bajba kerültek a hallgatók, akkor nem más kerestek meg, hanem enged. És hogy milyen kategóriák, hogy megszülje-e a gyereket? Ne szüljen meg a gyereket. Apa lettem. Mi legyen? Nem tőlem. Ezek a dolgok, azt gondolom, hogy mindannyiunknak, és engedjék meg, én most már egy generációval idősebb vagyok, meg a kollégák is idősebbek, mint önök. Tehát, hogy ez a fajta hozzáállás maradjon meg, remélem önökben, hogy persze szakmai munka, kollégiumi munka, takarítás, felújítás, emberekkel való bánásmód, a portaszolgálat, az adminisztráció, ittatok, nem ittatok, hova ittatok, mit ittatok, miért ittatok. Rengeteget lehet erről beszélni, de nem az a lényeg. A lényeg a hallgatók, akik fluktuálódnak 3-4 évente, kicserélődik mindenki. Ez alatt a 20 év alatt úgy számolgattam, olyan 1000-1200 emberrel találkoztam. Ebből mondjuk egy olyan 6-700-nak a mindennapjaiban aktívan részt vettem. Kurzusfelvétel, kurzus teljesítés, szakkollégiumi kurzus, ahogy mondtam, bevándorlási hivatal, orvoshoz vinni, ügyeleten üldögélni a hallgatóval esténként, orvosbarátot felvinni. Kívánom mindenkinek, hogy legyen ilyen tapasztalata azért. Köszönöm. Köszönjük igazgató úrnak, különösen azt a bámulatos perspektívát, ami most megcsillant előttem, hogy 2 év múlva is ünnepelhetünk 20 éves évfordulót. És szólítom Kanyári József igazgató úrra, az a szegedi Vártanáron szakkollégium igazgatóért. Tisztelt igazgató úr, tisztelt kedves vendégek! Születésnapot ünnepelni és nagy időkre emlékezni jöttünk ma össze. Ez mindenkinek fontos. Azt gondolom, akik itt ülnek az első sorban, Fejes Pisti, Vázsonyi Otto 2001 óta nagyon jó barátaink és kollégáink. Mikor elindult az egész Mártonáról hálózat, akkor még ismeretlen volt nekünk szinte minden. Akkor Budapesten találkoztunk, amikor a Kunigundán voltak értekezletek, majd mindenki a saját kis településén elkezdett szervezkedni. Szeged esetében ez úgy történt, hogy először 2001. februárja környékén a minisztériumban volt egy jó hangulatú megbeszélés Gál András államtitkár irodájában, ahol kiosztották a parancsot, hogy melyik város mire költ és hogy lesz ott kollégium. Szeged esetében 2001. április 30-án meg is vettünk egy épületet, és hogy a munkásvonalat erősítsük, előtte ott 88-ig kubai nők laktak munkásszállóként üzemelt az épület, tehát ezt vettük meg, elindult a felújítás, és 2001. szeptember 11-én, ahogy a kollégám mondta, átadtuk a Szeged épületet. Akkori viszonylatban ez egy nagyon szép, felújított épület volt.
megvan a szép épület, onnan szerezzünk hallgatókat. Jártunk körbe a városba, jártuk az egyetemet, kezdődött a toborzás, illetve az akkori rektor, Mészáros Rezső rektor úr segítségével feltöltöttük az épületet. Volt, akinek ez tetszett, meg kell jegyeznem, volt, akinek nem. Volt egy hökös fiatalember, a nevét nem említem, lesz a feledés homályában neve, kitalálta, hogy ez egy gettó lett. Ami itt Szegeden épült, ez egy gettó, és mindenképpen egy fáklyás felvonulást kell szervezni a gettó megakadályozására. Mondtam a fiatalembernek, hogy olvasson könyveket, vagy át kell értelmezni a gettó fogalmát, mert ez egy új épület, és szép és felújított. Hát ezen a fáklyás felvonuláson hárman jöttek össze fáklya nélkül, tehát ez volt a negatív fogadtatás, és természetesen elindult a kollégium, szépen felújítva, hallgatókkal. Kezdetben a hallgatóink jelentős része Vajdaságból jött, és kb. 20-25% jött Erdélyből, illetve Kárpátaljáról. Az elmúlt évek folyamán ez a tendencia sajnos megváltozott, jelenleg a hallgatói 99% a vajdasági, Erdélyből csak mutatóba jönnek, illetve részképzősök, illetve Kárpátaljáról is évente egy-két fő látogat el csak hozzánk. Ennek a kollégiumnak az életében nagyon sok minden történt. Volt jó is, a rossz is. A rosszakról inkább nem beszélek, mert olyanokra nem beszéljünk egy születésnap alkalmából, de a jókat mindenképpen meg kell említeni. Azt gondolom, hogy az elmúlt évek alatt olyan közösség formálódott, és nem csak Szegeden, szerintem mindenütt, akik úgy otthon, hogyha hazamentek, úgy Magyarországon megállják a helyüket mindenütt. Ahogy Otto is említette, kb. 1000-1200 hallgató fordult meg az elmúlt évek alatt nálunk. Lassan elmondhatjuk magunkról, itt Lacira is nézek, hogyha kimegyünk a Kárpát-medencébe több országon, akkor nagyon sokszor találkozunk ismerőssel, szabadkai piacon, ungvári piacon, bárhol, összefutunk ismerősökkel. Igen, most ez nem a kereskedelem, tudom. De mindenhol vannak már ismerősök. Igen, általában nem, csak megfordulnak ők is. Én azt gondolom, hogy ezek az emberek ott is megállták a helyüket, és akik itt maradtak Magyarországon is. Nekünk, mikor létrejött a Mártonáros szakkollégium, volt egy olyan, mondjuk úgy hivatástudatunk, hogy adjunk valami többet is a hallgatóknak, mint egy kollégium, ahol csak jöhetnek, van egy ágy és lefekednek. Adjunk nekik egy kis emberséget, ami nagyon fontos, és egy kicsit legyünk a kézvezetők. Ez azért furcsa így hallani önöknek, vagy nektek, mert volt olyan diákunk, aki még életében nem ült villamoson. Szegeden az első napja azzal telt el, hogy felült egy villamosra, és járta a várost. Neki ez egy élmény volt. Volt egy csomó minden, ahogy Otto is célzott rá, amit még nem éltek meg, vagy mikor gondjuk volt, akkor hozzánk fordult. És ez így van sajnos, az orvostól kezdve a temetésig, egy csomó minden történt, ami említése méltó, illetve egyet talán meg kell említenem, hogy milyen volt a közösség, vagy milyen a közösség. Az egyik diákunk, heten voltak testvérek, illetve hál' Istennek vannak, leégett a házuk Vajdaságban, és a hallgatóink maguktól, és ezt el kell mondanom, maguktól szerveztek egy jótékonysági koncertet a kollégiumon belül. A család, a nyúl család megsegítésére egész konkrétan. És ez nem volt semmilyen sugallat, nem kellett mondani őket, utasítani. Magukban megvolt ez a drive, ez az indítatás, hogy van közülünk valaki, akinek próbáljunk segíteni. És összejött, amennyi összejött, nem tudjuk mennyi, meg volt egy nagy becsület, aztán mindenki, amit fölléptek, énekesek, táncoltak, verseltek, ki mit tudott, mindenki valamit hozzáadott a produkcióhoz, volt, aki csak pénz, de az is valami. És azt gondolom, hogy ha már másért nem, már ezért megérte csinálni. Illetve nagyon sok közös élményeink voltak. Hát minden évben szerveztünk kirándulásokat. Először csak Magyarországon, aztán minél több támogatások volt külföldre is. Hát itt azért sorok között látok olyan hallgatók, aki részt vett egy-két kirándulásunkat. Azt gondolom, hogy ezek a kirándulások nem csak arról szóltak, hogy érezzük jó magunkat. Szerintem mindenki úgy jött haza, hogy valami pluszt kapott. Most itt Fannyra nézek, mert itt ül velem szembe. Tehát mikor mentünk valahova, akkor megkértük a hallgatókat, hogy egy kicsit nézzenek szét, kicsit nézzenek utánadóknak, kicsit meséljenek a többieknek, hogy hol vagyunk, mit csinálunk, mit látunk. Ez azt gondolom, hogy ez az értelmiségi válásnak egy fontos lépcsője. De én azt gondolom, hogy ennek a Mártonáron szakkollégiumnak, illetve szakkollégiumi hálózatnak ez egy nagyon fontos feladata volt, hogy nem csak az egyetemi tudást szerezze meg, hanem emberséget is építsen valamilyen szinten. És azt gondolom, hogy így visszatekintve az elmúlt 19 illetve egészségére, illetve 20 évre, talán ennek a kihívásnak
azonnal meg is feleltünk. Én nem szeretném tovább húzni a szót, hanem kívánok még legalább 20 év múlva újra találkozunk, akkor már egy kicsit idősebben, kevesebb hajjal és több őszhajszállal, de újra tudjunk mesélni, és akkor hát, ha eljönnek még olyan hallgatók is, akik valamikor nálunk laktak, bármilyen kollégium a négy közül, és akkor majd tudunk annak is örülni, hogy az új Kunigunda épület milyen jó állapotban, de akkor már lassan 20 éves lesz az is. Úgyhogy köszönöm szépen. Nem lesz buli? Nem lesz buli. Úgyhogy köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és akkor igazgató, megkérdem, hogy így a következő jelentkező. Köszönöm. Köszönjük szépen. Még egy előadásunk, hozzászólásunk lesz ebben a témában, annak ellenére, hogy nincs több Márton Áron kollégium Magyarországon, bár már korlátozzuk a gondviselést. Benked László vezető kormányfőtanácsost kérem meg, hogy most ő is emlékezzen, tudnék más szemszögből, más pozícióból, de szintén végigélte ezt az elmúlt két évtizedet körbe. Tisztelt igazgató úr, tisztelt vendégeink, kedves szakkollégisták, puskázni fogok én is. Talán csak azért, hogy ne gabajodjak annyira bele ebbe a rögtönzött beszédbe. Azt azért tényleg, ahogy igazgató úr is elmondta, én egy pillanatig sem dolgoztam hivatalosan a Mártonon a szakkollégium keretein közül, mégis azért az életem hát lassan egy harmada egybefüggött ezzel a szervezeti egységgel, ezzel az intézménnyel. 20 éve volt, 20 év alatt tényleg számtalan őszhajszál, 20 többlet kiló és egyéb más dolog jön, és ahogy belenézek a tükörbe, és ahogy belenézek a srácokra, ahogy egymás között szoktuk néha nevezni egymást, Ottóra, Józsira, Jóskára, Istvánra, hát így a, és már úgyhogy ezért néha a régi idők tanúi is eszembe jutnak erről a csoportképről egymás között, mert nagyon sok minden megváltozott ebben a 20 évben, és nagyon sok minden átalakult. De amikor 1999-ben a háttérintézményt, egy központi költségvetési szervet felállította a kormány, a Magyarországon tanulmányokat folytató határon túli hallgatók egyrészt elhelyezése, szakkollégiumi képzése, és egyébként a határon túli magyar oktatás támogatása céljából, akkor ez a szervezeti egység elkezdve a tevékenységeit, a nehéz indulása együtt, azért egy biztos, nagyon gyorsan fogalommá vált. Fogalom lett, eljött nemes egyszerűségben, csak így, hogy más. Azért lett fogalom, mert ez már elhangzott és kicsit ismétlem, hogyha bárhol egy felsőoktatási intézményben, én a Pécsi Tudományegyetem előtt a Janus Pannonius Tudományegyetemben dolgoztam, és de bárhol a határon túli hallgatókkal kapcsolatban tényleg valami probléma volt, és egy tanulmányi ügyintéző esetét hadd vegyem, van neki 200 hallgatója, a 200 hallgatójából kettő határon túli volt. Ezzel a kettő határon túlival relatív módon gyakorlatilag összességében annyi időt foglalkozott, mint egyébként az anyországi hallgatók közül 40-nel. Ugyanis a helyzete, az állami finanszírozási státuszának az igazolása, az ösztöndíjazása, a juttatásai, az elhelyezése és mindene annyira bonyolult volt a rendszerben, hogy gyakorlatilag ez volt az a probléma, amitől a tanulmányi ügyintéző legszívesebben kifutott volna a világból. És mit tett ilyenkor? Hívott egy számot. Pécsi, a debreceni, a szegedi vagy budapesti mászt, és megkérdezte, hogy hogy van. És ez így történt ebben a részben. Fogalom lett, mert pontos, gyors megoldásokat adott, és szakmaiságot jelentett. Ez a mász egyébként jelentette egy ösztöndíjreformot. Ezt akkor az akkori Oktatási Minisztérium határon túli magyarok főosztálya ösztöndíjreformként is vezette be, és akkor így is hirdette. Ebben az ösztöndi reformnak a végeredményeként a kedvezménytörvényhez kapcsolatban aztán megjelenik az a kifejezés, hogy A3-as. Ezzel a kifejezéssel éltünk nagyon sokáig. Ez az ABC besorolású hallgatói osztályozása az egyébként illetve külföldi hallgatóknak. Ez viszont az A3-as volt. A határon túli magyar az a hallgató, aki a kedvezménytörvény hatája alá tartozik. Az A3-as hallgatók számára, ahogy írtuk, új ösztöndíjrendszer lépett be, amit a Mártonos szakkollégium folyósított. Nem az egyetemek, a MÁSZ maga,
a mászattal juttatást. Ezek a hallgatók azért is voltak egyszerűek így a másszal minden más intézménynek, mert az intézménytől semmi más pénzt nem kaptak. Gyakorlatilag, vagy ha kaptak, akkor ez csak nagyon tényleg rendszeren kívüli volt. A juttatási rendszer is a Mártalan Szakkollégiumban zajlott le. És még egy fontos dolog, amiért a szakkollégium nevet akkor megkapja. Ez egy központi költségvetési szerv, de nem felsőoktatási intézmény. A szakkollégiumok, bár akkori törvényi szabályozások még nem olyan, mint most, nincs bent még a törvénybe, de a szakkollégiumok felsőoktatási intézményi részeken működnek. A Bibó, az Ötvös, és akkor végig mehetünk a Szegedi, Debrecen és az összes pécsi, és mindenhol végig működő szakkollégiumok, ez mind felsőoktatási intézmény. Ez a szakkollégium azért kezdi magát szakkollégiumnak gondolni, érezni, és aztán tevékenykedik is így, mert képzést kezd szervezni és nyújtani a hallgatói számára. Mindaz a szolgáltatás, ami eddig is már elhangzott, ez kiegészül egy kreditálható képzési rendszerrel, mely képzésnek a célja, az eredeti cél, az esetleges szülőföldre való visszatérés, vagy a határon túli azonosságtudat Magyarországon történő megtartását szolgálja a hallgatók tekintetében, vagy segíti elő. Voltak ebben nyelvi, szakmai, történelmi, magyarság ismereti és nagyon széles körben minden diszciplinához tartozó képzések is. Egyébként ezek a képzések azért voltak kreditálhatóak, mert a tanulmányokban, ha más nem, műveltségi kreditként felhasználhatók voltak. És én eddig a történelemben nem is voltam benne. 2004 áprilisában kerülök Budapestre költözésem után be egy Márton Áron szakkollégiumért alapítvány nevű rendszernek az Agora Kárpát-medencei irodahálózat című történetébe, ami azóta a feledés homályában ment. Ugyanis a Márton Áron szakkollégium, mint állami költségvetési szerv, akkor és a kormányzat nem merte felvállalni, hogy direkt módon magyar költségvetési szerv hasonló külügy intézményeihez megjelenjen a határon túlon. Ezért létrehoztak egy civil szervezetet, egy alapítványt gyakorlatilag. Az alapítvány pedig 6 régióban, összesen 9 irodával 2003-ra fejlődött ki ez a létszám, 2004-re elkezdte a működését, és a Mártalan szakkollégiumnak megjelentek a határon túli nyúlványai. Ez volt az Agora irodahálózat. Ezen keresztül zajlottak az ösztöndíjpályázatok, egyébként ifjúsági programok szervezése, a karrierprogramnak a támogatása, és nagyon sok a Magyarországon a Mártalan szakkollégiumban lévő program határon túli támogatása is zajlott egybe függően a másszal, olyannyira, hogy én a Kunigunda útja C-épülete alaksa 5-ös irodájában dolgoztam, tehát együtt is a másszal. Oda jártam be egészen 2007-ig, de azért tény, amikor én beléptem, az aranykornak már vége volt, hiszen az az aranykor, ami az alapításkor, az akkori határon túli magyar főosztály által vezetett résznek vége lett, politikai széljárás változott, a politikai széljárás nem kedvezett annyira a határon túli magyarok támogatásának, és ez a rendszer elkezdett apróbb gondokkal szembesülni, aztán egyre nagyobb gondokkal szembesült. Még végül elérkeztünk 2007 április 1-jéhez, és számomra ez a történelem, az én történelmem igazi bolondok napja. Ezen a napon lépett be a Mártalan Szakkollégium a Balassi Intézet kötelékébe, ahogy István mondta, integrálódott. Hát szerintem egyszer csak így belecsapták, és lett a külföldi kulturális intézetek árnyék szerve, alárendeltje, ilyen kis testvére, megtűrtje ebbe a Balassi intézetbe, az én megítélésem szerint. Persze, megfogadjuk fordítva is, hogy a kulturális intézetek voltak a mi kis testvéreink. De ebben a rendszerben sok minden megváltozik és eltűnik az A3-as hallgatói ösztöndíjazás rendszere, ki is kerül a feladat folyamatosan a Mártalan Szakkollégium és miniszteri ösztöndíjak jönnek. Rengeteg minden dolog megváltozik, viszont a lényeg, a Mártalan Szakkollégium 4 épülettel, a meglévő állománnyal továbbra is működött. De ezt az időszakot én tényleg úgy tudom jellemezni, hogy küzdöttünk, mint malac a jégen. Tehát, hogy vártuk azt, hogy valami történjen, hogy legyen már egy kicsit jobb. És hát bekövetkezik sok mindennel együtt 2010, és 2010-ben azt hittük, hogy újra pozitív változások jönnek, valóban biztos történtek pozitív változások, de azért, hogy valahogy ez a Mártalan Szakkollégium életében nem volt annyira egyértelmű. A Mártalan Szakkollégium addig az oktatásért felelős fenntartói tárcától, vagy a kulturálistól, ami végül is egy minisztériumban volt előtte az OKM-be, átkerült először a
közigazgatás és igazságügyi minisztérium részébe, és azt tudniuk kell, hogy bocsánat az ugrásért, én 2007 végén az adóvédelmiházat is megszűnik, és én 2007 végén viszont átkerülök a minisztériumba arra az egykori határtúli magyarok főosztályára, amiről beszéltem, és onnantól kezdve kerülök én általános szakkollégium tevékenységében, mint finanszírozó, programtámogató, szakmai irányítói területben bele, és 2010-ben ez az irányítási felügyeleti vagy ellenőrzési jogkör ez elkerül egy másik minisztériumhoz, a pénzt viszont még mindig nagyjából mi adjuk a tevékenység támogatását, és szakmaiságot is mi adjuk partnerként, egy nagyon furcsa helyzet kezd 2010 és hát gyakorlatilag 2016. szeptember, augusztus 19-e között felállni. És így 2016-ban, ezen a bizonyos augusztus 19-i napon, amit egyébként visszamenőlegesen mondott ki egy kormányrendelet, tehát hogy valóban ott augusztus 20-valahányadika volt a tényleges belépés időszak, vagy talán már szeptember is, ekkor a Mátran szakkollégium hazatér, mert gyakorlatilag az ELTE keretében visszakerült szoktatási területhez, és így újra összekapcsolódunk. Én azt a pozitív részét tudom most így mondani, a meglévő problémákra most kevesebb szót tennék, mert ezeket részben ismerjük, szembesülünk vele, de az is tény, hogy ez az egyesülés, ez az örömtöri egyesülés számomra egy döbbenettel is járt. Én soha nem hittem volna, hogy olyan emberek, akik a 2016-ig lévő jövő menő vezetőváltás során beléptek ebbe a rendszerbe, és azok közül jó néhányan, akik semmire semmi hozzáadott értéket nem tettek azon túl, hogy bejöttek és felvették a fizetésüket. Ezek az emberek elviszik a know-how-nak a programjának az egyik részét, és elviszik más területekre. Így járt a kutató és tehetséggondozó szakkollégium programunk, két pályázati formában merülő láthatatlan kollégium elven működő, nem bent lakásos program volt. Így járt az ehhez kapcsolódó határhelyzetek kötet, és ezt a programot bátran mondom, hogy István, Józsi, Jóska és Otto ötletével és a mi gyakorlatilag finanszírozói közreműködésével kezdtük el megcsinálni a szerkezeti kialakításától kezdve a gyerekünk volt a program, és ez a program így most hús, elmegy egy másik percához és azóta is vígen, és elkezdik elvinni a Márton Áron nevet. Kormányrendeletileg a külügyminisztériumhoz tartozik a Márton Áron ösztöndíj innentől kezdve, és gyakorlatilag vinnék ezt a nevet itt tokkal, vonóval, mindennel együtt, de azért ez a folyamat nem teljesen sikeres ebben a részben, mert az ELTE-n keresztül a Mártonán szakkollégium név is megmarad, a Mártonán kollégium és szakkollégium rendszere meg tud maradni, és újra föláll a szervezeti egység, vagy kontinuitásában folytatja a munkáját. És a legnagyobb erényeként ismét újra bútorhatja magát, benyomja a reset gombot, és megpróbál fölállni. Az én nevemben az, hogy most Mártonán szakkollégium és kollégiumról beszélünk az ELTE-ben, fegyelmezetnek tűnő közszolgaként, ezt én elfogadom és így használom, de a lelkemben nekem csak mászol. Ez a mász, ami most felsőoktatási szakkollégium, ez egy nagyon nagy évmány, mert a törvénynek megfelelő szakkollégiumként kezdett el működni, az abból a csírából, amit régen a kutató és tehetséggondozó program volt, és ezzel vissza is állítjuk azt, ami elment, vissza is rendeződik ez a dolog, sőt, minőségileg talán jobb alapokra helyeződik, és egy intenzívebb munkának felel meg. Ez kiegészült mindazzal, ami a korábbi tevékenységben bent volt, és akár meg is újulhat később. És azért, hogy ne én tartsam itt a székfoglalót, de engedjenek meg egy idézetet. Mondottam ember, küzdj és bízva bízzál. Ezt mondta az Úristen az ember tragédiai utolsó színében. És ebben a folyamatban végig azt tudom mondani, hogy ez a csapat küzdött, és küzdeni fog. És a magam részéről csak azt tudom mondani, hogy ebben a küzdelemben azt az egyet tudom ígérni, nem csak remélni, hogy megtartjuk és fenntartjuk az egységes szervezeti keretek között működő MÁSZ szellemiségét, megpróbáljuk az elterezetésével együttműködő helyreállítani a szervezeti egységet is, és megpróbáljuk ezt a dolgot ismét egy felvilágozó ágazatba vinni, és változaton szolgálni a határon túli magyar közösséget, a határon túli magyar hallgatók érdekeit. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszönjük szépen, tartunk egy kis szünetet. Megkérem Pátyáni Kamilla szakkollégistát a Debreceni Egyetemről, hogy játssza el nekünk Robert de Vizé D-moll szüjtjét. Thank you.
köszönjük. A névzáró ünnepségünk következő pontja a Márton Áron emlékérmek átadása. Ugye tavalyról már jól ismert éremről, emlékéremről van szó, ami Nagy Benedek szobrászművész tervelie alapján készült, Nagy Károly szobrászművész kivitelezésével, egy 8,5 cm átmérőjű, kétoldalas bronzba öntött cizellált emlékérem. Ezt az emlékérmet két kategóriában adjuk át a tavalyihoz hasonlóan. Egyrészt a szakkollégista hallgatók közül jutalmazzuk az egyik Külhonban tanuló hallgatót és az egyik Magyarországon tanuló szakkollégistát, valamint azokat a személyeket, támogatókat, akik az intézmény munkáját saját munkájukkal leginkább segítik. Az igazgató javaslatára a kuratórium döntése alapján az ELTE Márton Áron szakkollégium a 2018-2019-es tanévben 4 támogató részére adományoz Márton Áron emlékérmet. Ugye esetükben különösebb indoklásra, laudációra nincs szükség. A szakkollégium a külhoni magyar hallgatókért az elmúlt 20 évben végzett munkát kívánja megköszönni és elismerni a kollégium vezetőknek, akiket a szólás rendjében hívok. Fejes István igazgató úrnak szeretnék Márton Áron emlékérmet adni. Köszönjük a munkát! A Márton Áron emlékérem hallgatói átadása következik, talán ez a legünnepibb pontja az egész tanévzáró ünnepségnek, mert két hallgatót választottunk ki. Ahogy tavaly is elmondtam már, itt sem elsősorban a szakmai eredmények számítanak, természetesen számítanak a szakmai eredmények, de önmagában az nem elégséges, egyéb szempontok is előkerültek a döntés meghozatal során, a közéleti aktivitás, a kollégium lehetőségeinek az optimális felhasználása, és így tovább. Summa summarum két hallgató kapja meg a díjat. A Magyarországon tanuló hallgatók közül a természettudományi műhely tagja Nagy Zsuzsánna az első díjazottunk. Indoklás. Nagy Zsuzsánna kiemelkedő szakmai tevékenységet végez. Az elmúlt tanévben 8 konferencia előadást tartott magyar és idegen nyelven, sikeresen megvédte szakdolgozatát, angol nyelvből B2 komplex nyelvvizsgát tett, egy újfajta fehérje jelölési, immundetektálási és tisztítási rendszer kidolgozása című dolgozatával a kari TDK versenyen első, az országos TDK-n második helyezést ért el, a Szegedi Tudományegyetem tehetségpont kiválósági lista ezüst fokozatú tagja, a Szegedi Tudományegyetem Alma Mater mentor program résztvevője, emellett Magyarok a nagyvilágban Herskó Ferenc élete és munkássága címmel tudománynépszerűsítő előadásokat tartott Erdélyben, valamint közreműködött gimnáziumi pályaorientációs programokban is. Ezt a tevékenységet köszönjük. Külhoni díjazottunk idén Gyenge Ervin. Az ELTE Márton Áron szakkollégiuma emlékérmet adományoz Gyenge Ervinnek, a természettudományi műhely tagjának, a Babes-Bolyai Tudományegyetem orvosi biológus hallgatójának. Gyenge Ervin magyar és nemzetközi konferenciák visszatérő résztvevője, Rezisztens mikrobák című előadásával elnyerte a Babes-Bolyai Tudományegyetem interdisziplináris tehetségfórumának tudománykommunikációs közönségdíját. A szájüregi laphámrákra és a leukoplákiára jellemző nyálfehérje profil vizsgálata tömegspektrometriás módszerekkel című előadásával az OTDK-n harmadik helyezést ért el.
Emellett alapítója és szellemi vezetője az Erdélyi Innovációs Műhely nevű non-profit szervezetnek, melynek keretében elindította a Fiatalokért Erdélyben című tehetséggondozó programot középiskolás diákoknak. Ezt a tevékenységet köszönöm. Díjazottaknak még egyszer gratulálok, biztos vagyok abban, hogy jövőre is módunkban áll majd hasonló formában, hasonlóan magas szintű teljesítményeket elismerni és megköszönni. Most pedig kérem hallgassák meg Opra Fruzsina Kitti és Opra Balázs József előadásában Luno, egy francia imádság című művét. Ha még talán emlékeznek a tavalyi évzárónkra, ők szintén előadtak akkor, de akkor még nem egészen ezen a néven, ugyanis házasságot kötöttek időközben, amihez ezután is gratulálok és sok boldogságot kívánok. Thank you.
tanévzáró ünnepségünk utolsó pontja következik. Megkérem Horváth Lászlót, az 5-ös kollégium igazgatóját és a Márton Áron szakkollégium kurátorát, hogy ebben a minőségében is mutassa be azt a három kiadványt, amit a fél év során közös tevékenységüknek köszönhetően meg tudtuk jelenteni. Tisztelt központvezető asszony, tisztelt főtanácsadó úr, tisztelt igazgató úr, tisztelt igazgató urak, kedves kollégisták, tisztelt kollégium. Igazgató úr, mint minden tevékenységében, így is jól, itt és most, ebben is, jól tervezetten és megfontoltan lehetetlen feladat elé állított. Tudnélik, arra kért, felkért, ami nagy megtiszteltetés, hogy ezt a három kötetet így egyben, amely összesen 1105 számozott oldalt tesz ki, mutassam be önöknek. Ugye a lehetetlen felkérés arra vonatkozik, hogy véletlenül se essek kísértésbe, mert hogyha csak egy kötet lenne, akkor miként tavaly tettem, részletes ismertetésbe kezdjek. Tehát, hogy ezt elkerülendő, ne is inkább bemutassam, mintsem megmutassam ezt a három kötetet önöknek. A közmondásunk úgy tartja, jóbornak is kell a cégér. Én azt hiszem, hogy e kötetek esetében talán nem érvényes, vagy nem tekinthetjük, és kell érvényesnek tekinteni ezt a gondolatot. Azért a kísértés csak elvisz egy-egy gondolat erejéig. E három kötet címeiben is nagyon átgondoltan, szépen latin terminusokkal fejezi ki a tartalmát. Kezdjük talán az Annálész-szel, Annálész 1. A római történetírás kötelező szabályai szerint a kortárs történelem megnevezése a historié. Az elmúlt idők leírása az pedig az Annálész. Tehát ennek a klasszikus mintának megfelelően igazgató úr ezt a címet választotta. A historiéről az imént hallhattunk a most éppen záruló akadémiai év kapcsán. Az elmúlt másfél esztendő az alapítástól 2018 végéig ennek az eseményeknek az összefoglalása található ebben a kötetben, illetve további 8 tanulmány, amelyet a szerkesztő igazgató úr fontosnak tartott, hogy megkülönböztetett figyelmet szenteljünk nekik. Eddig még ez a gondolat nem hangzott el, de az Annálész rövid bemutatása kapcsán kérem engedjék meg, hogy mindenünk nevében kifejezzem köszönetünket igazgató úrnak azért a rendkívüli munkáért, amelyet kezdetektől végez, és amelynek eredményeiről imént is hallhattunk, és itt is olvashatunk. Köszönjük szépen! A másik kötet, amiről már Demeter igazgató úr említést tett, a Concordia Regionum címet viseli. A Concordiában a corps latin szó leledzik, azt jelenti, hogy szív. Tehát a Concordia az a szívek összetalálkozása, így válik ez egyetértésé. Tehát a területek egyetértése, összefogása. Nem csak ez a szellemiség árad ebből a kötetből, hanem az a tény is megerősítésre kerül, hogy a folytonosságot biztosítja ez a Márton Áron szakkollégium, a mai Márton Áron szakkollégium. Tudnélik, e kötet előzményei, félig meddig már erről hallottunk, más összefüggésekben folytatódtak, itt viszont egy új élet kezdődik, ez a idősebb szenior, tehát PhD-zó doktorandus hallgatóknak a konferenciájából állt össze, amelyet 2018. április 6-án rendeztek meg Debrecenben igazgató irányítása alatt. 32 tanulmány található benne, a régi jó szellemiségnek megfelelően bögészek és filoszok, tehát természettudósok és bölcsészek, társadalomtudósok írnak bele. A harmadik kötet, ből a címet már jól ismerjük, az Ingenia Hungarica, ami az újdonság, az a római 5-ös szám, ami azt is példázza és alátámasztja önmagába véve, hogy a határon túli magyar ajkú hallgatók, egyáltalán a magyar tehetség támogatásának a gondolata a régi 5-ös kollégiumnak is meghatározó küldetése volt,
de az újabb időkben erre ismét nagy figyelmet fordítottunk. Azért ötödik ez a kötet, mert az ötödik Kárpát-medencei szakkollégiumi konferenciának az anyagát, illetve az abból való tanulmányokat tartalmazza, összesen 15-öt. Oda szerettem volna kitérni még, illetve hát eljutni, hogy ez az ötvös kollégiumi igyekezet szellemiségében, ezáltal is itt a kezemben a Manifest Bizottság természetes módon kötődött és kereste és talált rá a Márton Áron szakkollégiumra. A kollégista előzmények és mintákra épülve immár a Márton Áron szakkollégium adja e tanulmány kötetnek is a jelentős részét, és természetesen találunk benne ötvös kollégistákat is. Itt a igazgatóurak és többen az elmúlt 20 évre emlékeztek méltán. Én bennem is e rövid idő alatt emlékek ébrednek, és csak azt tudom megismételni, amit annak idején az első Márton Áronos közös nyári rendezvénykor kiemelten. Ez a világ legtermészetesebb fejlődése és eredménye, hogy az Eötvös József kollégium, amely a teljes Kárpát-medencei magyarság támogatására, tehetségének feltolódására alapítatott 1895-ben, a sorsfordító történelmi csapásokat túlélve most a testvérére találhatott, és a Márton Áron szakkollégiummal szoros összefogásban ismét a teljes Kárpát-medencei magyar tehetséget gondozhatja. Ezen gondolatok mentén szeretném ismét a figyelmükbe ajánlani ezt a három kötetet, megköszönni mindannyiuk egész éves munkáját. Köszönöm szépen! Köszönjük! A kötetekből ott azon az asztalon szabadon elvihető példányokat találnak, hogyha esetleg nem elég, akkor tudjuk pótolni. Ünnepségünknek ezennel a végére értünk. Kérem, hallgassuk meg a szóvotot.